Srácok, bemutatom nektek Csicsit. Hello, fiúk! Szia, Csicsi! Első állomásunk az úgynevezett Edge of the Bed, azaz az ágy széli pozitúra. Bocsánat, sok ilyen lesz még, mielőtt a mentőt magamra hivatom? Csak kérdezem. De tényleg? Mert is komolyan. Megfordjant a gyomrom egy picit. Figyelj, most csak a legszükségesebbeket mutatom be, jó? Figyelj, ez úgy fog Bogikának tetszeni, mint az állat. Ez az. Gyönyörű. De hogy nem vagyok hülye. Ja. Hülye vagy. Jó. Feldobtam az Instára, ha nézi, ha nem, aztán meglátjuk. Szerintem úgyse nézi. Na, megjött a babysitjó. Azonnal adjatok valamit inni. Nem Edith-tel voltatok vacsorázni? Nem, az tegnap volt. De mondjad már, hogy mi van. Apa leszek. De jó. Na, az első gyereknél én is be voltam szarva. Ez normális. A harmadik nem, a meg se rezzen az ember. Hallottam, gyerekek 3 év alatt még tudnak beszélgetni a növényekkel, érted? Érzik a energetikát, mondom, Marci, ezt nézd, itt van a pálma néni vagy bácsi, nem tudom, beszélj már vele. 1 óra múlva oda nézek, fél, a Marci sehol. A gyerek 1,5 óra múlva megjelent, kézen fogva, a szomszéd tájmasször csajjal. Hoppá, kérem, én kérek elnézést. Hogy az az anyád. Na még nyomd azt, hogy az a pád veled mennyi szív, pedig rég nem egy rossz a szív. Ó, hogy az anyád.